Sziasztok, szép napot, szuper csapat! Én Talassa vagyok, de nem tudom most, hogy Viktóriaként vagy Talasszaként mutatkozzak be, szóval az intrókban lehet, hogy váltogatni fogom a bemutatkozásomat. Szóval ma az önelfogadásról fogok beszélni, és arról, hogy én hogyan tudtam magamat elfogadni olyannak, amilyen vagyok, és arról, hogy ez tulajdonképpen miért volt nehéz számomra. Úgyhogy, ha érdekel titeket ez a kis story time, akkor tartsatok velem! Ahogy látjátok, most van rajtam egy mikroport, nem kell túl gondolni, nem 100 000 forintokért vettem, hanem 2 vagy 3 évvel ezelőtt keresztanyámnál voltam, és ott egy ilyen nagyon nagy kínai üzletben találtam, úgy körülbelül 1500-2000 forintért, és eddig nem használtam, mert azt gondoltam, hogy nincsen rá szükségem. Viszont a múltkor, amikor kint a természetben videóztam, a szél nagyon erősen belehallatszott a kamerába, és most úgy gondoltam, hogy kipróbálom a mikroportot, ha már van. Úgyhogy a hangot azt a kamera is rögzíti, illetve rögzíti a telefonom is. Úgyhogy vágásnál majd fogom váltogatni valószínűleg, hogy mikroportos hang, kamerás hang, és összehasonlítom, hogy melyik felvétel a jobb, és hogyha jobb a mikroporttal a hang, akkor azzal fogok legközelebb is videózni. De most térjünk rá az önelfogadásra, és ehhez hoztam nektek egy story time-ot a saját életemből. Onnan jött a témám, hogy én tegnap voltam kint a Pride-on 2 barátnőmmel, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szerettem kint lenni, és szerintem csodálatosak voltak ezek az emberek. Imádtam azt, hogy mindenki a saját stílusában sminkelt és öltözködött, mindenki gyönyörű volt és színes. Imádtam az úton átmenni úgy, hogy láttam az ablakokból az embereket, voltak fiatalabbak és idősebbek, akik mosolyogtak ránk, és integettünk nekik, és táncoltunk a kamion mögött, és szóval tök jól éreztük magunkat. És pont arról beszélgettünk a barátnőimmel, hogy mennyire jó lenne az, hogyha a városban nem csak a Pride alkalmával, hanem minden nap az emberek úgy öltöznének, ahogy nekik a legkényelmesebb, ahogy ők nagyon szeretnek öltözni, és ahogy a legjobban érzik magukat a bőrükben. Csak igazából a Pride után valahogy mindenki, vagy hát a legtöbb ember visszaszürkül. És akkor az egyik barátnőm azt mondta, hogy igen, és én vagyok az egyik üdítő kivétel, akinek így minden nap megvan a saját stílusa, és úgy mer, és úgy tud öltözködni, ahogy ő szeretne, és nem úgy, ahogy ezt elvárják tőle mondjuk a társadalomban. És hát igen, nálam minden nap Pride van. Az a helyzet, hogy én ezért a stílusért, amit így rocker, metal, goth stílus közé teszek, valahogy ennek a keveréke, egyrészt megküzdöttem, volt egy rögös út, hogy én el tudjam magamat így fogadni. Azért, mert nagyon sokszor azt kaptam meg így hozzám közel álló emberektől, hogy úristen, hogy öltözködsz, olyan vagy, mint nagyanyám. Már csak a fekete kendő hiányzik a nyakadból, és nekem ez nagyon rosszul esett, mert én mindig azt vallottam, hogy engem nem érdekel másik embernek a stílusa, öltözködése, sminkelése, hogy ő abban jól érzi magát. És ennél fogva nem azt látom elsősorban, hogy ő milyen stílusú ruhát, vagy milyen stílusú sminket visel, hanem azt az embert, akivel én beszélek. És mondhatjuk úgy, hogy én a lelkét akarom látni egy embernek elsősorban, és az alapján elfogadni a másik embert, vagy nem elfogadni a másik embert. Mert hogyha valaki rossz ember, akkor tőlem öltözködhet nem tudom milyen ruhákba, a lehető legnormálisabb stílusban, hogyha kinyitja a száját és kidől belőle a kapa. Nálam ez a stílus egyébként így gyerekkorban már nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvenc volt, csak nem tudtam, hogy ezt lehet. Amikor láttam néhány képkockát az Addams Family-ből, akkor nagyon-nagyon tetszett Morticia Addamsnek az öltözködése, csak sajnos így a családom nem kedvelte az Addams Family-t, úgyhogy én azt a filmet csak felnőtt koromban láttam először. De az a néhány képkocka, amit én akkor láttam,
Egy ilyen szájtátós, az tök jól néz ki, érzést adott nekem, és már akkor így eldöntöttem, hogy ha felnőtt leszek, és lehet, akkor én szeretnék így öltözködni, vagy ehhez hasonlóan. Aztán van egy másik karakter, akinek szintén nagyon-nagyon tetszett a stílusa, illetve a sminkelése, ő pedig szintén egy ilyen gyerekkori kedvenc sorozatból van, a Paula és Paulinából Paula Bracsó. Gyerekkoromban egyébként a sorozatot Nagyimnal láttuk, és Nagyimnak volt egy rúzsa, ami ilyen kicsit bordós, kicsit lilás, de nagyon szép színű volt. És kérdeztem Nagyimtól, hogy kölcsön vehetem a rúzsodat? És akkor mondta, hogy igen, egyébként ő akkor szokta hordani, amikor bemegy a városba, de nyugodtan vigyen, majd ő vesz magának másikat. Úgyhogy boldogan a barátnőimmel használtuk a rúst gyakorlatilag teljesen. Keresztanyám meg ugyanabban a faluban élt, ahol a Nagyim, és amikor meglátott minket így nagyon durván kirúzsozva, akkor úristen, hogy néztek ki, és jött a papírzsepivel, és mindenkinek letörölte a szájáról a rúst. Én meg mondtam keresztanyámnak, hogy van másik. Meg aztán később kaptam gyerekkoromban egy olyan sminkpalettát, amiben olyan színek voltak, fú, így rátettem a kezemre a színt, és olyan pigmentek voltak rajta. A babakék az annyira babakék volt, hogy imádtam. Volt benne sárga, zöld, fú, imádtam. És voltak benne ilyen pici rúzsok, amiket így egymásba lehetett tenni. Tudjátok, volt olyan ceruza is, ami ilyen rotring ceruza, és akkor a hegyeket egymásba lehetett rakni, viszont hogyha egyet elhagytál belőle, akkor soha többet nem bírtad használni a ceruzát. Na, ilyen volt az a rúzskészlet, amit ahhoz a gyerek sminkhez kaptam. És volt benne az egészen halvány rózsaszíntől a sötét bordóig minden, illetve volt benne egy ilyen kékes-szürkés szín is. Hát én az utolsó kettőt használtam el csontig, de úgy, hogy már a végén a szürkés rúzsból úgy kellett kivakarni egy kis pigmentet, hogy rá tudjam tenni a számra, imádtam. És valamiért a nagyon halvány rózsaszíneket nem használtam el, már akkor sem. Vajon miért? Illetve egy harmadik, szintén filmes karakter, amit én nagyon szerettem, a Bűvölet című filmből Nancy Downs. Hát amikor megláttam azt a csajt abban a filmben, fölöltözve a haját, meg a sminkjét, meg a ruháját. Kár, hogy ilyet Magyarországon nem lehet. Miért nem lehet Magyarországon? És hetedikes vagy nyolcadikos voltam, amikor a filmet láttam. És középiskolában, amikor először bementem a suliba, akkor láttam azokat a középiskolás fiatalokat, akik hasonlóan öltözködtek, mint amit én szerettem volna viselni magamon. És amikor először beléptem, a emeleten álltak ezek a fiatalok, és beléptem, és csak ennyi volt. Ilyet lehet? Én is szeretném. Nagyon szeretném. És onnantól kezdve, hát a családom szerint mélyrepülésbe kezdett a stílusom, szerintem meg akkor emelkedett föl, de hát ez nézőpont kérdése. És rengetegszer kaptam meg egy nagyon tipikus mondatot, amire a mai napig így ledobja az agyam az égszíjat, és dobok egy errort, mert nem volt számomra értelmezhető. Az egyik az az, hogy ezzel a stílussal, hogy ilyen fekete vagyok, úgy nézek ki, mint az öreg anyám, csak a fejedről hiányzik a kendő. A másik úgy nézel ki, mint Marilyn Manson. Na, erre azért dobtam le az égszíjat, mert Marilyn Manson tőlem egy 20 évvel idősebb férfi, aki valamilyen módon sminkel, akár színpadra, akár ha valamilyen eseményre megy. De nem összehasonlítható a kettő, mert én meg akkor voltam ilyen 16-7-8 éves fiatal lány, és így nem értem az összehasonlítást. Tehát, hogy nekem ez így annyira nem jött át, hogy most ezt mire mondják, hogy nem, abszolút nem értem. Tehát, hogy így azóta már értem, mert volt egy-két ember, aki így random lőtt rólam fényképet, még akkor is, amikor hosszabb volt a hajam, meg amikor már így rövidebb a hajam, és majd berakom a képet, ami nagyon kifejezte azt, hogy ja, tényleg, erről beszéltek.
Olyan ott rögtem magamon. Én nem. Tehát én belülről teljesen másképpen láttam saját magamat. És múltkor, amikor levágattam a hajamat, így hazaértünk, és Korina barátnőm lőtt rólam egy-két képet, ezeket is be fogom ide rakni a videóba. És lőtte ezt a pár darab képet, majd interneten megtaláltam a Menzonnak egy rövidhajú fotóját, és csináltam egy ilyet, hogy de ezt nem így akartam. Viszont nem fogok emiatt bocsánatot kérni. Mert lehet, hogy én egy olyan emberre hasonlítok, aki nagyon sokak számára megosztó. De ez az ember több ezer kilométerre él tőlem Amerikában. Másrészt oké, hogy ő híres, de most én szégyeljem magam azért, mert valakire hasonlítok? Hát, bocsánat, egyrészt nem szégyelem magam. Mert nem szégyelem magam miatta. Nem fogok szégyenkezni azért, mert úgy sminkelek és úgy öltözöm, ahogy nekem tetszik. És ha hasonlítok Marilyn Manson-ra, tök jó, és szeretem a zenéjét, vannak botrányai, a legtöbb hollywoodi sztárnak vannak botrányai, én nem azonosítom magamat ő vele. És nagyon sokszor volt már olyan, hogy beléptem egy üzletbe, és mit tudom én, vettem magamnak üdítőt, vagy bevásároltam hétvégére, és akkor így nézett rám az eladó. Tudod, hogy nagyon hasonló? Igen, tudom. De hogy attól az eladónőtől például, aki ezt így megjegyezte, nem vettem rossz néven, a családomtól viszont igen. Mert hogy ők ezt pejoratív értelemben használták rám. És nagyon sokáig akartam megfelelni. Rengetegszer azt éreztem, hogy túl kell teljesítenem magamat azért, hogy az a másik ember, akit egyébként szeretek, és a családtagom elfogadjon olyannak, amilyen vagyok, és szeressen úgy, ahogy vagyok. Rettenetesen rossz érzés egyébként. Mert hogyha valaki nekem fontos, családtagom, barátom, bárki, akkor nem érdekel a stílusa, nem érdekel, hogy hogyan öltözik, nem érdekel, hogyan sminkel. Engem egy dolog érdekel, ő jó ember, vagy nem jó ember. Mert lehet valaki normálisan fölöltözve, hogyha kap a kapsza, kiesik a szájából, és egyébként mindenkivel rossz indulatú, és mindenkivel gonosz, akkor én nem tudok ő vele mit kezdeni, nem akarom az életemben tudni. Mert nem érdemes vele barátkozni, de hogyha ő normálisan, vagy hogy is mondjam, hétköznapian öltözik, és egy rendkívül cuki, rendes, aranyos ember, akkor most akarjam, hogy úgy nézzen ki, mint én. Ha ő ebben a stílusban nem érzi jól magát, miért erőltessek valakire egy olyan dolgot, amiben ő rosszul érzi magát, ami neki nem komfortos. Gyerekkoromban kettő dolgot fogadtam meg egyébként. Az egyik az az volt, hogyha olyan ruhákat hordhatok, ami nekem tetszik, akkor én ebből nem fogok engedni senki kedvéért. És megszegtem a szavamat fiatal koromban. Meg akartam felelni az akkori páromnak nagyon is. És olyan ruhákat kezdtem el hordani, amik egyébként abszolút nem a stílusomat képviselték. És hát mondjuk úgy, hogy a személyiségem is szétesett. Nem kicsit. Gyakorlatilag évekbe telt, mire összeszedtem a személyiségemet, és mire jól tudtam lenni újra saját magammal. De engem igazából zavart, hogy a stílusom nem tetszik. Azért, mert én úgy éreztem, hogy azok az emberek, akik engem szeretnek, nem azt látják, például középiskolás koromban, hogy fú, milyen jó lett a tanulmányi eredményem, vagy nem azt látják, hogy egyébként nem iszok, nem drogozok, nem csinálok semmi olyan dolgot, ami ártalmas lenne a környezetemnek, vagy saját magamnak, hanem azt látják, hogy jaj, hogy öltözködsz, milyen a sminked.
És igen, ez engem zavart. Miért nem engem lát? Miért ezt a stílust látja? Állítólag ismer, hiszen a családom része. És ami nálam most igazán kiverte a biztosítékot néhány hete, beszélgettem az egyik emberrel, és azt mondta, hogy én így nem tudlak téged elfogadni, amikor a közelemben vagy, és nem tudok rád büszke lenni. Ezt így. Akkor eléggé rosszul esett, amikor mondta, szépen, szabatosan, nyugodtan megfogalmazva, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kavar fel. Mert fölkavar. Direkt nem mondom, hogy ki volt az, aki ezt mondta. Azért, mert majd magára ismer, hogyha esetleg megnézi a videómat, de valószínűleg úgysem fogja, mert nem érdekli. Nem szokta a videóimat nézni. Csak az a helyzet, hogy én, ha valakit szeretek, és a barátomnak vagy a családtagomnak tartom, és tényleg az érdekel, hogy ő kicsoda, és hogy hogy van, és hogy tudok-e neki segíteni valamiben, és hogy szeretem őt, akkor baromira nem érdekel, hogy milyen stílusú ruhát hord. Nem érdekel, mert az az ember nekem fontos, és nem azért, mert valamilyen stílusú ruhában öltözködik, hanem azért fontos, mert én mondjuk ki így a lelkét látom a másik embernek, szívem szerint soha nem is érdekelt, hogyha valaki rosszul öltözködik. Mert hogyha valakire ráerőltetsz egy olyan stílust, ami nem az övé, akkor jól láthatóan feszengeni fog benne, és rosszul fogja magát érezni benne. Azért élünk a Földön, hogy jól érezzük magunkat, és nem azért, hogy rosszul. A helyzet az, hogy megfogadtam, hogy azon fogok dolgozni, hogy ne érdekeljen másnak a véleménye, bár akkor is, ha családtag, akkor is, hogyha egy random bárki. Azért, mert én attól nem leszek boldogabb, hogyha valaki másnak meg fogok felelni. Mert akkor viszont saját magamat fogom eltaposni. És abban a pillanatban, ha valaki önmagát adja fel, nem lehet boldog. Önfeladással soha senki nem lett még boldog. Én gyerekkoromban nagyon sokszor hordtam olyan ruhákat, amiket nagymamám vart. Egyébként tök jó minőségű ruhákat vart, sajnos vagy szerencsére, de sajnos a 100 évvel ezelőtti burdából vart néhány ruhát. Hát olyan volt az általános iskolás öltözködésem egyébként, amilyen, pont ezért. És amiért én például nagyon szeretem a fekete farmert, mert az nem valami fos színű hülyeség. Tehát, hogy nem a hupi zöld, meg hupi kék, meg hupi lila, meg hupi nem tudom milyen, amiket hordtam gyerekkoromban. Fekete farmer, azt olyan színű felsőt veszel föl mellé, amilyet akarsz, mert a feketéhez minden megy. És igen, van zöld nadrágom is, meg van fehér nadrágom is. Valamikor szoktam őket hordani, nagyjából tudom, hogy mivel érdemes a színes ruhákat keverni, hogy jól nézzen ki rajtam, de nem érzem magam sokszor komfortosan. Mert az nem az én stílusom. És önelfogadás. Az egyetlen ember, akivel le fogod élni az életedet, az te vagy. Mert emberek jönnek-mennek az életedben. Ez bármennyire is rosszul vagy szomorúan hangzik, ha belegondolsz, sem te, sem a testvéreid, sem a szüleid, sem a nagyszüleid nem fognak örökké élni. És azok, akik ma kritizálnak téged, lehet, hogy előbb fognak meghalni, vagy kilépni az életedből, elköltözni külföldre, messzire az országba, akárhová, és megszakítani veled a kapcsolatot.
És te ott maradsz egyedül, és meg akartál felelni egy embernek, aki valamilyen módon már nincs az életedben. Ennek semmi értelme. Úgyhogy éveken keresztül próbáltam megfelelni a családomnak. És szerettem volna, hogy ha látják azt, hogy az öltözködésemen túl, én egyébként egy értékes ember vagyok. Csak a Covid alatt tanultam meg rengeteg dolgot. A coachingot, azt én tanultam meg, senki más nem ült helyettem le, és tanulta meg. Megtanultam tésztát gyúrni, süteményt sütni, még az előző hajamat magamnak vágni, körmöt festeni. Baromi büszke vagyok arra, hogy minden nap olvasok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az önismeretembe rengeteg időt teszek. És hogyha valaki azért nem büszke rám, mert nem úgy nézek ki, ahogy ő elképzelte, sajnálom, ezt nem adom föl. Én egyszer életemben már feladtam saját magamat, össze is törtem rendesen, és nagyon nehéz volt újraépítkezni. Úgyhogy, amit tudok mondani, ha hasonló helyzetben vagy, mint én, egyetlen ember lesz örökké veled, az te leszel. Saját magadat kell szeretni, és saját magadnak kell megfelelni. Nyilván vannak emberek a környezetedben, akiket szeretsz, barátai, családtagjaid, akikhez valamilyen szinten szükséges alkalmazkodni, hogy jól tudjatok együttműködni, akár csapatként. Én a barátaimra, a szeretteimre, a családtagjaimra egy nagy csapatként gondolok. És szükséges az alkalmazkodás egymáshoz, de nem az önfeladás. Úgyhogy nagyjából ez az én történetem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok ezt a videót, és szerintem a jövő héten egy önismereti videóval fogok jönni, de lehet, hogy egy süteménysütőssel, attól függ, hogy mihez lesz kedvem, meg mennyire lesz meleg. Legyen szép napotok, sziasztok!